A 80 tanórából álló képzésre a már felvételt nyert elsőéves hallgatók jelentkezhettek. Az idén 20-an vesznek részt ezen a kurzuson. Úgy éreztem, hogy a szerb tudásom nem elég erős ahhoz, hogy szerbül folytassam a tanulmányaimat, ezért egy kis önbizalmat és tapasztalatot szeretnék szerezni ezen a szerb kurzuson, és úgy érzem, hogy ez számomra megfelelő tudást és lendületet fog adni ahhoz, hogy elkezdjem az első évet. Elsősorban azért jelentkeztem, hogy a szerb nyelvet minél helyesebben meg tudjam tanulni, és minél könnyebben menjen majd aztán a tanulás az egyetemen. Mennyire tudsz szerbül? Hát társalgási szinten, úgymond. Mi nem igazán beszélünk jól otthon szerbül, és arra vállalkoztam én is sok társammal együtt, hogy itthon tanulunk tovább, és az Újvidéki Orvostudományi Egyetemre iratkoztam, gyógyszerészeti szakom tanulok majd tovább. Az MNT ösztöndíj programjának szerves részét alkotó képzés célja, hogy a szerbiai felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlessze, hogy a nyelvi hátrányok minél kevésbé befolyásolják a továbbtanulásukat. A kurzusnak az a célja, hogy bátorítsuk, hogy motiváljuk és hogy ösztönözzük őket, illetve hogy önbizalommal ruházzuk őket fel, hogy még bátrabban beszéljék a szerb nyelvet, és az óráknak a tartalma, az órák kifejezetten a beszédcentrikusságra, a szókincsbővítésre, és a különböző helyzetek, különböző szituációknak a feldolgozására vannak kiélezve. Az előadások interaktívak, a szerb nyelven történő kommunikáció fejlesztésében a Nisi Business Akadémia nyelvi központ munkatársai segítik a hallgatókat. Nagyon fontos ez az együttműködés a Nisi Business Akadémia és a Magyar Nemzeti Tanács között. A tanfolyamot már negyedik alkalommal szerveztük meg. Azok számára fontos különösen ez a képzés, akik itthon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Lehetőségük van fejleszteni a szerb nyelvtudásukat, ami itt Szerbiában a sikeres tanulmányok alapja. A fiatalokkal két kezdő csoportban foglalkoznak majd az oktatók.